Előadásom során az elhízás genetikai, epigenetikai hátterének vizsgálatáról fogok beszélni. Ma már sajnos elmondhatjuk, hogy az elhízás népbetegség, míg ez a korábbi korokban igazából nem volt jellemző probléma. Ma már a WHO adatai szerint 1980 óta megkétszereződött a világon az elhízott emberek száma. Egyes adatok szerint Magyarországon is a népességnek körülbelül 60%-a túlsúlyos vagy elhízott, és mint az ábrán látható, sajnos az elhízottak sorrendjében is a listán nagyon előkelő 8. helyen állunk. Az elhízás tulajdonképpen egy anyagcserezavar, melynek hátterében genetikai, központi idegrendszeri, környezeti faktorok állnak, melynek következményeképpen tulajdonképpen egy zsírraktározódás jön létre. Az elhízás során mind a zsír sejtek mennyisége, mind pedig a nagysága változik. Korábban azt gondolták, hogy a kialakuló zsírszövet az tulajdonképpen csak az energia raktározásában vesz részt. Ma már azonban tudjuk, hogy nem csak egy energiaraktározó szerv, hanem endokrin szervként is működik. Különböző kemokineket, citokineket, gyulladásos faktorokat termel. Ezeket összességében adipokineknek nevezzük. Ezeken a gyulladásos faktorokon, kemokineken keresztül a zsírszövet tulajdonképpen kapcsolatban áll mind a keringési rendszerrel, mind az immunrendszerrel, mind a központi idegrendszerrel, és ennek a rendszernek tulajdonképpen a zavara ezáltal már könnyen érthetővé teszi azt, hogy az elhízás következtében miért alakul ki annyi különböző egyéb szindróma, mint például a metabolikus szindróma, vagy az inzulinrezisztencia, illetve a kettes típusú diabétesz. Munkánk során arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a zsírszövet, ez tulajdonképpen milyen szabályozás, milyen transzkripciós szabályozás alatt áll. A zsírszöveten belül a fehér zsírszövetnek nagyjából két csoportját különböztetjük meg. A viszcerális, azaz zsigeri, illetve a bőr alatti vagy szubkután zsírszövetet. Az irodalmi adatok alapján a viszcerális zsírszövet az, amelyik főként szerepet játszik az elhízás, illetve a elhízás után kialakuló betegségek hátterében. Azonban tudott az is, hogy ezért a szubkután zsírszövetnek is van szerepe. Munkánk célja az volt, hogy összehasonlítsuk, hogy a kétféle zsírszövet, illetve maga a betegség hátterében milyen genetikai faktorok állhatnak. Ehhez elhízott, illetve elhízott magas vérnyomásos, illetve egészséges páciensekből gyűjtöttünk hasi műtét alatt szubkután, illetve viszcerális zsírszövetet. Ezekből a zsírszövetekből RNS-t izoláltunk, és mikroRNS microRNA-jel ezeknek a zsírszöveteknek a mikroRNS profilját vizsgáltuk. MikroRNS-ek olyan 18-25 nukleotid hosszúságú kis RNS-ek, amelyek különböző biológiai folyamatokban játszanak szabályozó szerepet a messenger RNS-ek transzkripciójának szabályozásán keresztül. Már néhány mikroRNS szerepe ismert az elhízás során, de kevés olyan vizsgálat van, ami együttesen vizsgálja a viszcerális, illetve a szubkután zsírszövetet is. Munkánk során a microRNA rendszer segítségével több száz mikroRNS-t tudtunk vizsgálni, és sikerült meghatároznunk egy mikroRNS-eket, amelyek eltérően működnek az egészséges csoporton belül, a szubkután vagy viszcerális, illetve az elhízott csoporton belül, akár a szubkután, akár viszcerális zsírszöveten belül, a normál vérnyomású, illetve a magas vérnyomású páciensekben. Az elhízás hátterében, mind szubkután, mind viszcerális zsírszövetet vizsgálva, körülbelül egy olyan 20 mikroRNS-t találtunk változónak. Érdekes módon ezeknek a mikroRNS-eknek nagy része ma még leginkább csak tumorokkal kapcsolatban lett leírva. Azonban, bár elhízással kapcsolatban még nem találták meg ezeket az RNS-eket, metabolikus folyamatokban, illetve gyulladásos folyamatokban már ismertek. Ahhoz, hogy ezeknek a mikroRNS-eknek a szerepét megismerjük, nem elég a mikroRNS-eket megkeresnünk és megismernünk. Mint mondtam, ezek a mikroRNS-ek a messenger RNS-eket szabályozzák, tehát ahhoz, hogy mi a funkciójuk, ezt megismerhessük, ehhez tudnunk kell azt, hogy mik azok az RNS-ek, amelyeket szabályoznak. Ennek vizsgálatára különböző
in silico módszerek állnak rendelkezésünkre. Különböző adatbázisokból prediktálhatjuk, előrejelezhetjük, hogy vajon melyek azok a gének, RNS-ek, amelyeknek funkcióját befolyásolják. Mint láthatjuk, ezen az ábrán csak egyetlen egy mikroRNS-nek a prediktált génjei, RNS-ei találhatóak. Egyetlen egy mikroRNS nagyon sok RNS tud szabályozni, és egyetlen egy RNS-re több mikroRNS is hathat. Ebből adódik, hogy igazából nem elegendő az, hogy megnézzük azt, hogy egy-egy mikroRNS milyen RNS-eket szabályoz, hanem sokkal célszerűbb rendszerben gondolkodnunk, és azt vizsgálnunk, hogy a változó, a talált, a számunkra érdekes mikroRNS-ek együttesen milyen jelátviteli útvonalakat és milyen szabályozási rendszereket érintenek. Természetesen munkánk során ezeket a rendszereket is vizsgáltuk, és nagyon érdekes, és hát szerencsére nem meglepő módon, mind az inzulin signaling, mind pedig a kettes típusú diabétesz kialakulásának folyamatában megtaláltuk azokat az RNS-eket, amelyeket az általunk vizsgált és megtalált mikroRNS-ek szabályoznak. Összességében tehát elmondható, hogy munkánk során sikerült leírnunk olyan mikroRNS-eket, amelyek szukután vagy viszcerális zsírszövetben elhízott, illetve magas vérnyomású elhízott betegekben különbözőképpen expresszálódnak, illetve sikerült meghatároznunk, hogy feltételezhetően ezek a mikroRNS-ek milyen szabályozási folyamatban vesznek részt. Ezeknek a mikroRNS-eknek a leírásával talán közelebb juthatunk az elhízás patomechanizmusának megismeréséhez, illetve későbbiekben remélhetően ezek a mikroRNS-ek akár a diagnosztikában is szerepet játszhatnak, mint biomarkerek. Intézetünkben a microRNA munka, ami a kutatás alapját is képezte, nem csak kutatási szinten, hanem mint egyetemi core facility is elérhető. Szolgáltatásként biztosítjuk így különböző kutatócsoportok számára mind a minta izolálást, mind ezeknek a mintáknak minőség ellenőrzését, jelölését, hibridizációját, illetve a kapott adatok bioinformatikai ellenőrzését és elemzését is.